Csá, tesó! Anóka, hogy vagy? Há, jó, jó, nyomjuk ezerre. Na, és milyen a szuksz? Hát lement a miskolci, meg a veszprémi kör az előző alkalommal, aztán most jön a keményebb falat a Gangsta Zolival, meg a Kólival. Vágod, majdnem 100 arcot nézünk majd meg. Buf, és vannak jók? Figyelj, amúgy nagyon érdekes ezt így egészében látni, hogy hol tart a hip-hop meg a zene az országban. Ja, amúgy vannak meglepően jók. Meg ma végre lesznek lányfellépők is, úgyhogy rájuk nagyon kíváncsi vagyok. Halló. Ciao Kóli, Bongor vagyok. Szevasz, Bongorom. Na, van ez az open mic-os cucc, tudod? Igen, tudom, de soha. Na, figyelj, 5 perc múlva ott vagyunk. Hát ez beteg, hallod? Annyira készen állok erre a beugrásra, mint még soha. Ezt a választ vártam. Ciao. Mi az ábra, bazdmeg? Ciao. Halász Kolos, Kóli, rapper, előadó művész, volt már modell és artista is. Szeretem, hogy nem fél az élet szeretetről rappelni. Külön izgalmas nekem, milyen jól összefér a bohócság és a közösségben való alkotás a rapper image-el. Ja, abszolút bennem is feljött az, hogy jövök én ahhoz, tudod, mert hogy ki vagyok én, bazdmeg, hogy rám menjek egy ilyen sztorira, amikor, bazdmeg, érted, tök jó családi hátterem van, fullos ilyen, fullosak a szüleim, bazd meg, tök jó szüleim vannak, ja, kívánom mindenkinek, no para, tudod, ja, és ja, akkor mi van, ha no para? Hát bazd meg, az van, hogy ami belülről jön, az valid, tök mindegy, hogy miről szól. Magyarországon én tökre azt érzem, hogy csomó ilyen szomorú dolgokból inspirálódó cucc van, ami ugyanúgy valid, meg ugyanúgy egy ilyen húzóerő, meg egy vonal, de hogy engem például így nem jobban érdekel az, hogy mondjuk így, nem tudom, mondjuk a szeretetről beszéljek, vagy arról beszéljek, amit mondjuk én éltem meg mondjuk így igazinak. Jó nagyot kívánok! Szevasz, Zoli! Ciao! Szia! Csongor vagyok. Hello. Gangsta Zolit azt hiszem senkinek sem kell bemutatnom. Rapper, zenész, színész, dobos, sőt, mióta vett egy Rick and Becker, már basszusgitáros is. Annyi arca van, hogy felmerül a kérdés, van-e olyan, hogy az igazi Zoli? Borzasztó jó hangulatember vagyok, hogyha éppen Leminek érzem magam, akkor Motorheadet akarok játszani. Másnap meg akkor inkább Ice-T vagyok és rappelek. Harmadnap meg Johnny Winter vagyok és blues, Texas blues játszok. A Picasso-nak volt egy nagyon jó mondása, ezt most fedeztem föl és utólag igazolom magamat, hogy a jó művész másol, a zseniális művész lop. Akkor én zseniális művész vagyok, mert úgy lopok szégyentelenül, hogy azt el nem tudod képzelni. Én úgy vagyok valahogy underground, hogy közben tök mainstream vagyok, mint figura. Mert a piripócsi nagymamák is tudják, hogy a gangsta az kicsoda. Igen. De közben meg a zenénk az örökre underground maradt szerintem. Igen. Tehát mi nem voltunk rádióban, nagyon keveset és nagyon nem most. Igen. Úgyhogy, és ezzel én tök elégedett vagyok. Mm. Ez így jó, ahogy van. Valahogy tudom, hogy egyáltalán nem hasonlít a zenétek, de szerintem a Krúbi is valahogy ezt meg tudta ugrani. Hogy... Ne viccelj, hát a Krúbi az a srác, fölhívtam őt, hogy a legnagyobb isten vagy. Tehát, hogy végre valaki viszi a zászlót. Nem zeneileg, hanem amit mondtam, izébe, spiritbe, érted? Igen, izébe, atmoszférába. Van itt van most egy ilyen reneszánszerűség, aminek nem tudom, hogy hányadán állunk, hogy ez most a topbe, vagy haladunk még csak a top felé. Mint hogyha így felnőttek volna a magyarok a hip-hophoz, vagy mit tudom én, lehet, hogy ezt nem így kell megfogalmazni, de valami ilyesmi érzés, hogy így beivódott, hogy bazeg, ez ilyen van, és hogy emberek valid, csinálják ezt, és hogy ez valid. Van itt ez a trap dolog. Trap, és igen. Hú, attól nem tudok megbarátkozni. És próbáltam, nem megy. Nem, mert tudom, hogy ez a trend, autotune, megröhadok, megbolondulok, meghallom ezt a fajta repelést, azt a... Nem fogy a lé, nem fogy a lé! Jézusom, majd én elveszem, hogy sem van, hogy nem fogy.
Én úgy vettem le, hogy a szívedhez talán közelebb állnak az olyan cuccok, amik nem kifejezetten a pop cucc, vagy... A pop cucc egyáltalán nem áll, az nem, hogy nem áll közel hozzám, azt kifejezetten megmondom, hogy szinte rühelem. Ja. Tehát a lányomnak mindig azt mondom, hogy figyelj lányom, ami megszól a rádióban, az a szar zene. Tehát az nem lehet jó zene. Ami jó zene, azt biztos, hogy nem fogod hallani a rádióban, azt annak utána kell menni. Ja. Amúgy te hogy éled meg a sikered? Organikusnak, vagy azt érzed, hogy picit gyorsabban jött, vagy esetleg lassabban, vagy így készen állnál még többre? Ezzel így hogy állsz? Hát egyébként több olyan visszajelzést is kaptam, hogy fú, és akkor ez így megcsált lesz, és akkor így berobbantál, vagy tudod, hogy egyszer csak így. Ezzel szemben meg én belül valahogy ezt így nem éltem meg gyorsnak, vagy hogy valahol az a gondolatom, hogy az a technika, a sétáló ember technika, így hívnak, most már ő is van, hogy egy lépcsőn haladsz felfelé, aki mondjuk az ötödikről fellép a századikra, azonnal az ötödikre is fog visszaesni. Aha. És aki meg a 99-re is rálépett, és a 99-re lép át a 100-ra, nagy Isten ott megbukna, akkor csak 99-re esik vissza. Uh-huh. Hogy valahogy én abban vagyok fejben, hogy így nyilván van egy ilyen kurva hosszú timeline is előttem, de hogy egyébként meg mindig így a következő lépésre figyelek, és hogy ahhoz mérten teszem a dolgom. De hogy valójában az oda vezető út az sokkal fontosabb, és hogy megéljem azokat a lépcsőfogokat, amikkel keresztül kell menjek. És ha ez szar, akkor legyen szar, hogyha jó, akkor legyen jó. No, hogy ameddig így tudok gondolni erre az egész sztorira, addig így... Ez nekem így biztonságot ad. Azt érzem, hogy addig így rendben leszek. Ja. Tök jó, hogy mondtad ezt a lépcsős izét, hogy valószínűleg aki lassan építi ki, annak nem olyan félelmetes mondjuk, amikor már nem lesz olyan népszerű, mert az is talán organikusabban történik. A szakmai életem, tehát ilyen pályafutás, karrier nevezzük bárminek, az tényleg az nagyon szerencsésen alakul eddig. Magánéletemben ott többnyire nem sikerül semmi. Például csajokat bárkit megszerzek, senkit nem tudok megtartani. Tehát ez a szerelem, vagy ez a kapcsolat, ez soha nem jött össze. Már nem is erőltettem. Úgyhogy ott nem nagyon sikerül, viszont tényleg így szakmailag, meg az élet többi területén igencsak szerencsés vagyok. De jó, hova viszték Zalaegerszegre? Lehet. Most már én is elbizonytalanodtam. Vagy a következőre kiszállni? Tesó, igazából nagyon élvezem azt, hogy egy fekete Mercedesből ülök háttal a menetiránynak, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hova visznek. Megérkezzünk arra a helyre, amire fogalmat sincs, hogy mi. Akkor ott fog várni egy segéd, mentor, aki így a helyi zenei kultúrával van képben, és akkor meghallgatjátok a versenyzőket, közülük kellene 6-ot kiválasztani. Volt, ahol voltak 25-en. Te már hallottál valamit, őszintén? Én hallottam, megnéztem, belehallgattam a cuccaikba. És... Kérek, te valamennyire azért már átlátsz rajtam. Mondjál valamit. Én szerintem most ebből az eresztésből nehéz lesz 6-ot kiválasztani, és inkább az lesz, hogy az meg 8 is tovább mehetne. Aha. Hát ez a jobbik hír. Ez a lényeg, hogy ma estére meg kell mondanom, hogy ez a 6 kell nekem. Igen. Igen. Igen, hát egy ilyen erős first impressionnek kell lennie valójában. Egy jó produkció az így a nulladik fázisban is meg tudja fogni az embert. Benyomás. Aha. Megérzés. Semmi. Tehát én nem azt mondom, hogy így kell rappelni, ilyen alapnak kell lenni, így kell viszonyulni az ütemekhez, valami, és akkor ez nekem bármilyen lehet. És lehet, hogy van rajta egy csomó csiszolni való, de valamit látok benne, és akkor... Van az a hely, amit kifejezetten elkerül. Hát figyelj, reméltem, hogy nem Budapestet kapom, de szerintem azon már túl vagyunk. Holnap lesz például Pécset koncertem, Pécset imádok. Pécsi kibaszott jó hely. Nem oda megyünk, ugye? Igen, most már lesz. Jó!
Darvasi Tamás Livius egy igazi zeneipari kaméleon. Színpadmester, produkciós menedzser, koncert és rendezvényszervező egy személyben. Mikor jött el össze koncertezni Pécsre? Megvan az első pécsi koncertélményed? A legelső pécsi, hát az Ádinak a Bagira turnéján voltam legelőször szerintem. Tavaly nyáron csináltuk ezt a Street Boat nevű kis hip-hop minifesztivált, arra is jöttél, ott is itt voltál. Ja. Sziszivel, voltak helyi arcok is, és olyan break bemutató, nagyon szép kis kollektíva verbuválozott össze. Az is mennyire kurva jó az a hely. Káptalan kell? Aha. Az a helyszín nagyon jó, egy ilyen természetes amfiteátrum. Most nyitjuk egyébként majd május 17-én. Nem. Pogány. Igen. Nice. Jó van, gyere, Ádi. Annyi, hogy itt éltem másfél hónapig. Jó, de az, akkor lehet, hogy te tudod az utat. Mi van, Góri? Szia, Zoltán. Melyik az? Én ennék, nagy tisztelet. Kit hoztam? Mondták, hogy nagyon örülnél nekem, úgyhogy... Igen. Ki is vagy te? Schwarz Ádám, Schwarz Ádám, azaz Betonhofi. Rapper, aki pár éve valósággal berobbant a magyar hip-hop szcénába, és azóta is büszkén tartja a posztját. Önazonos lazasága, humora és szerénysége számomra igazi példaképpé tette őt magát is, nem csak a zenéjét. Én Zoltán. Meg vagyok? Meg abszolút teljesen. Emlékszel rá? Van egy kis zavar is bennem. Úgy. De ne basszál már ki velem, de miért? Hát nem tudom. Ne hülyeskedj. De akkor rendesen segíts nekem, mert én azért amúgy viccen, csomó dologban abszolút... nem leszek ám otthon. Ketten lehozzuk. Te mit vársz a mai naptól? Hát a végét. Tudod, mit várok? Hogy lehetőleg olyan dolgok is legyenek, ami nekem tényleg tetszik. Én nagyon bízom. Én azért pessimista szoktam lenni, de ezt a fajta pessimizmust legyőzve mertem én is kilépni a úgynevezett fényre. Nekem is segített az, hogy részt vettem versenyen, ahol szakmai zsűri is volt, nem tudom, hogy mi ketten mennyire számítunk ugye szakmainak, főleg így ebben a konstellációban. Lehet, hogy te mondod el majd a véleményemet, mert aki így tud beszélni, az azt csoda. Vállalom, de akkor... Azt vállalom! De átterhelem rád, hogy te döntöttél, hogyha így meg tudunk ápadni. Úgy, de egy beszari alak vagy te van. Mit fogyasztasz? Én teljes abstinenciában vagyok a turné kedvéért egy ideje, úgyhogy akkor két rövid itt... Kérnék egy másik bentot? Nem, egy pohár almalevet, vagy egy... Igyom már meg egy sört. Én nem, tényleg Zoli, nem. Most fegyelmezett időszakom van. Én ezen a ponton elköszönök tőletek, megyek spanolni a versenyzőkkel. Nagyon jó, ott várlak titeket. Akkor jó, találkozunk. Mindjárt jövök. Nem bátottalak meg. De hogy is nem, hanem... Végig ilyen faszoskodás lesz. Én nekem ezt kell hozni. Te most nekem nem kértél almalevet neki? Ja, almalevet is kérek, de nagy gyökér vagyok, ne haragudj. Semmi baj. Köszönöm szépen. Egy almalevet a vezérnek. Pécsen vagyunk itt, azért elég sűrű felhozatalban jelennek meg tehetséges zenészek. Ja. Úgyhogy nem hiszem, hogy annyira bajban lennénk. Én sem aggódom. Sőt, inkább egy kicsit én várom, hogy vakarjuk a fejünket, hogy ja, igen. Ez is mara jó volt, igen. Ez is tök jó volt. Hát, ja, viszont szerintem meg is érkeztünk egy tök ígéretes helyre. Nappali. Öreg nappali. Igen. Nyomjuk. Parancsolj. Ígyunk arra, hogy lesz mi vakargatni a fejünket este, hogy fú, ez milyen volt, az milyen volt. Na, sziasztok, srácok, hogy vagytok? Jó. Izgultok? Én az első fellépésem előtt majdnem elájultam. Nagyon féltem, hogy a legrosszabb megtörténik. Például nem fog szólni a mikrofon, le kell állítani, unottan fognak nézni, elmennek a koncertemről. Ez igazából mind megtörtént. És úgy is lement a buli. Jön majd két mentor, van esetleg tippetek, hogy ki lesz az? Ilyen gond, a Said. Said. Zoli, Said. Kicsoda? Nagy Feró. Nagy Feró meg a Kozsó. Csinálnánk itt egy ilyen kis rap therapy session.
Csáho, én Soma vagyok. Fénytechnikus vagyok színházban. Szotyi vagyok, 14 éves. Azért jöttem ide, hogy több emberhez eljusson a zeném. Nagymamám szerint jó vagyok, úgyhogy eljöttem, mert miért ne? Azért jöttem ide, illetve az USP srácokkal is itt mellettem. A pécsi szénát próbáljuk beindítani, mindannyian pécsiek vagyunk, szeretnénk itt valamit teremteni. Hát nem fogok szégyenlősködni, szeretnénk valami újat vinni a hip-hop világába. Csepelről jöttem, szóval pesti vagyok. Erősíteni akarom a csepeli repvonalat, mert eléggé elgyengült az utóbbi években, szerintem. Jono vagyok, a.k.a. Jack Spring, a kínai rapper és producer. Fejlődni szeretnék leginkább, és a mentorálás az nagyon vonzó nekem ebbe. Olyan 8 éve körülbelül ugye a rap az életem része. Voltak visszafolytott frusztrációim, amit ebbe ki kellett, hogy adjak. Civil szakmám a színész. A József Attila Színházban játszanak, szinkronizálok, és tavaly kiadtam egy lemezt. Egy ilyen 10 éve nyomom körülbelül a dolgot, aztán nagyobb közönséghez szeretnék eljutni, és amúgy, hát srácok, én azért adnám, hogyha megnyerném, úgyhogy nem tudom, ti nem azért jöttetek, én azért jöttem. Zoli, tényleg disztingváld magad. Hát nem disztingválni, köztérőt felügyelek. Én itthon vagyok. Én kurvára kérlek. Nem. Nagyon szeretek rappelni, és azért jöttem, hogy rappeljek. Írok folyamatosan, és próbálom bontogatni a szárnyomra, mennyire vannak. Sok pénzt akarok keresni. Én ma úgy keltem fel, hogy szeretném itt ma jól érezni magamat, ez így sikerült. Hetedik óta írok verseket, meg nagyon szeretem a slam poetrit, az irodalmat, a szövegcentrikus hip-hopot. Örülök, hogy itt lehetek veletek kollégákkal, és együtt lehetünk az új generáció hangjai. Jó, srácok! Most pedig szeretném nektek bemutatni a mentorokat, kérném, hogy jöjjenek be, ti pedig köszöntsétek őket egy tapssal. Sziasztok! Azt a rohadt. Tök jó baznak, hogy ilyen sokan itt vagytok, és köszi elsősorban, hogy eljöttetek ma este, és hogy azt hiszem mind a ketten így rendesen rá vagyunk izgulva a sztorira, szóval tényleg nagyon várjuk, hogy milyen produkciók sülnek ki a ma estéből. Beton Hoffi és Gangsta Zoli! Akkor nagy tisztelettel köszöntelek titeket. Gondolom, hogy kurvára izgultok, ha nem, az is egy nagyon jó dolog. Együtt lehozzuk, jó? Van még egy plusz info, egy plusz meglepetés, amiről ti se tudtok, mentorok. Be fog jönni és el fogja mondani, hogy ő miért van itt. Gyere! Na, gyere be, te ismeretlen személy! Itt van az! Már! Said papa! De akkor novellen őrzi. Azt hittem, hogy novellen őrzi. Nem tudtál 6 embert választani a sajátjaid közül, vagy mi van? Nem lehetett, képzeld el, az van, hogy kevesen jöttek el. 5 jelentkeztek hozzád, jaj. Nagyon kevesen jöttek el, úgyhogy... Hát ezt nem csodálom, haver. 2 emberem nekem, vagy 2 csapatom itt is lesz. Most még röhögsz? Jó, de nem, de figyelj! Innen csak úgy választhatsz, ha máig kiválasztom, a tiéd a reszli. Nem úgy van az. Ez ki ez a csávó? Volt egy miskolci válogató, onnan 4 ember jutott tovább, és a Said papa el fog csaklizni tőletek 2 embert. Úgyhogy beszoptátok. Jó. Oké, srácok, nem húzzuk tovább az időt. Az első előadó Dominika Sava. I feel like the whole world gone crazy. At the same time the whole world is amazing. I feel like the people are lazy. Trying not to let the weight of it all face me lately. My tears taste like candy rain. Let me shine, let me paint the town. Ain't no way around it. Are you really up and down about it? Do you swear? Amit csináltam, az amerikai volt. Tehát ezt én köszönöm. Éppen gyorsulok, pont ilyen vagyok. Kiszáradt torokkal mutatom, amit hidd, de egyedül csak én tudok. Mit tudok? Minden sorom előtt eskü izgulok. Bambán bámulok, totyorgok, aztán indulok. Hát fura volt édesapa, úgy mellette voltál, hogy le a kalappal. Mindjárt itt a spanom, azt mondja, hogy még egy minit. Mi az éjszakában élünk, te meglőheted a pizsit. Vezetek közben a tesóm, még egy pakot kinyit. Ezért nyomjuk egész este, tudod, nálunk nincsen limit. Én azt írtam fel, hogy átjön a hangod. Eddig még nem volt olyan sok mindenki, akinek így átjön. Egy profi produkció volt, köszönöm. Mintha a világép egyszerre lépne egyenesnek, érzem pedig szélre szélre. Istenem, miért
nem szólsz rá a szélre, hogy ott ánt orgásom kiegyenesítse. Orgánum meg a megjelenés tök rendben van, pozitívok. Sokszor elfogyott a levegő a sorvégeken, és ezért aztán így elkapkodtad a végét, hogy legyen levegő a következő sorra. A szájítesommal egész nap löktük csak a vakert, a rímek fellegében elfelejtettük a fatert. Ki fölöttünk áll akkor is, ha akarjuk és ha nem, ezért vált most ilyen anyagiassá a hangnem. Mindenek előtt meg kell kérdeznem, hogy ezt mennyire gondolod komolyan, amit éppen csinál. Mert a szövegben is volt annyi humor, meg irónia, meg piszkálódás, hogy ott nekem elindult ez a gondolat, hogy itt ez lehet, hogy nem annyira komolyan, meg azért, mert a pacak olyan, mint a Fenyő Iván lennél egy kicsit, és kicsit úgy is mondod. Visszatértem, magamtól távol voltam, de mindent átgondoltam, mert komoly strófákat voltam. Szortam az iskolában, mindig boldogultam, hozzányúltam anyagokhoz, éjszakánként megrokoltam. Aha, van a jövő, bazd meg! Ez nagyon kiváló volt, apukám, ezt csak gratulálni tudok. Az alap is, a flow, a kiállás, az a Mikey McCallickot láttam. Magáért beszél szerintem a jelenlét, látszott, hogy be is kapcsolódott mindenki, úgyhogy legyél nagyon büszke magadra, és tudom azt, hogy hosszú úton vagy rajta a hip-hoppal kapcsolatban, úgyhogy tiszteletem. Köszönöm, Fölni! Lillundult pacek a norák beat, lebegek a pléden, Playboy kárpint, kiürült a lámpás, nincsen ki ma ámít, télen kezdett buli, de már füves kint a pázsit. Majdnem a végéig gondolkodtam, hogy ezt most bírom, vagy nem. És aztán úgy döntöm, hogy ezt kurvára bírom. Apám egy embert faragott belőle, már a média megvet az élet, mögöttem rossz akaró, rendfenntartó szervek. Ejtó éjtek a genetikába, mások kenet hiányban szenvednek és reppeznek, én is reppeznék, lenne leplezzek. Köszönjük szépen, tesó. Nekem nagyon bejött a cucc. Van valamilyen szerénység így a megjelenésedben, és akkor ezt párosított ezzel a Tech Fleece outfittel. Az én bőröm marad enyém, nem viszem vására, másért mi úsztunk szembe az ára. Téged hajt előre, a hátszél, nem baj, átférek kezen, nem védekezem. A garázs bérbe veszem pár éjjel, részegen vészeltem, ott átvírja a pénz végre terem. Mindenki ráfér a hátamra, meg mindenki ráférne a hátom, legalább lenne benned egyenes. Neked nem mondták se, hogy Chester Benningtonra hasonlítasz egy kicsit? De meg Tom Hollandot szokták mondani. Mert a Locedánál is nagyobb a füst, az égés termék csak a fejekbe üt. Alattam egyből, mert robban az üst, meg nem égett a tűz. Kötd ki a süsz, mert a Locedánál is nagyobb a füst, meg égett testek vannak mindenütt. Alattad egyből, mert robban az üst, most már égett a tűz, égett a tűz! Égett a tűz, tesó. Égett a tűz. Meg valahogy rajtad is azt éreztem, hogy így bugyogtál szépen lassan fölfelé, és itt telítődtél el, és a végén már ami a csövön kifért, az jött ki. Úgyhogy nekem nagyon tetszett, köszi. Szerintem ez maxira oké volt, úgyhogy én köszönöm szépen az élményt. A főszereplő most nem én vagyok, soha nem árt meg egy-két mellékszál. Karszalagosként csak annyit mondok, hogy mára bezárt a jegypénztár. Az igazat kell mindig mondjam, tudod, de felpesdít, hogyha undít. A hangomról fogtok majd felismerni, ti is csak úgy, mint a gundit. A vidámabban set, my head is a glow. Uronyol az áp, 38 hajó. Itt én vagyok a kisebbség, jöttem írtani. Habzó szájjal fogom kimondani. Szeretlek, Andi. De jó! Ha a szart is hallgatják, akkor én mit mondjak? Mit is neveznek manapság hip-hopnak? Autotyunos hangér is kiszopna. Köszönöm szépen! Édesapa, hát felálltál ide 15 évesen, bazzeg, ez akkora fasszal, hogy lelógott a színpadról. Geci. Főleg úgy, hogy 14, de jó. Ne gecizzé már! Hallod, én ennyi idős koromban fölálltam, hogy tiszta pelenkát kérek, tehát bárki ott megnél, egy ember elé is. Szállok a szélszárnyán, én nem vagyok szószátyár. Várom egy jó nagy vár, de egy sárkány is ott van már. Küzdök egy ló hátánkában, nem remegek gyáván, bátyám. Sok tűz jön ki a száján át, ez ám a paralátvány. Vagy ott volt a hangulat, lehibernált a testem, de mégis belekezdtem, hiába felhők felettem. Nem téma a kormányodát, szakadtak a korlátok, meredeken kontrázok, a zsákból épp egy szót rázok. Bocs már, amúgy csak kicsit be vagyok már basszol. Júj, de szeretlek, te vagy a példaképem. Figyelj, papám, ez nagyon rendben volt. Én azt írtam fel, hogy zsigeri. Hogy onnan jön így belülről teljesen zsigeri, annál nem tudok jobb szót erre. A nyomod, mint az állat, valószínűleg még jobban bebaszva, még nagyobb stenkel, gondolom én, és akkor még jobb. Bomba volt az egész, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ez vagyok én, mint mindenki más, egész darabokra hullott ember kollázs.
tudatosan ösztönös, ösztönösen tudatos, de anyunk, mint a föld, mint a hullám, papír full lapos. Ami tetszett ebbe az egész sztoriba, hogy ahogy mondtad is a refrénben, hogy ez vagyok én, és hogy azt éreztem, hogy ez te vagy most. Hogy ez, itt nem volt állarc, meg izé, nem volt bujkálás, hanem hogy ez itt te voltál színpadon, szóval köszi. Leturva a batyányimon, mi van kinn a vácin? Két sor után berekedsz, itt kenyér van meg hátszín. Bolcati osztosotok, ott veri a játszín. Feketébe öltöztök, mert nem ismertek más szín. Les matins, je regarde les bâtiments. Tu fais le malin, pourquoi toi tu mens? Paris c'est un putain de châtiment. Le regard vide dans le métro, tout le monde sursaute. Gets you what, frère? Csak így, tudod? Merci beaucoup. Ah, de rien. Imádom a francia hip-hopot, tesó, imádom a francia rappet, pusztulok érte. Lehet, hogy első körben egyébként jobban örültem volna egy magyar bekezdésnek, és aztán a francia, de nyilván az alkalomból adódóan gondolom ezt. Püspököknek ó, Kyrie Eleison, és akiknek is csak Kyrie Eleison, a bíborosnak is Kyrie Eleison, természetesen a pápának is Kyrie Eleison. Back to that. Bye-bye to the mind 不知名字换恶心也走不再修style 计划的就像是iPhone 7的 iPhone I 为啥子看不到你好像叫 iPhone 9 为哥们哪里起步转山西道换山路 一步步走的山里 哥们你还在不山区 我的车来压默默要simple to the look 摸过没有track也track and the track 继续就在你为了一个水拉骨 megváltunk én vele deaktívben digo zenében szálltunk tele volt levegővel tesó, tele volt élettel én nekem külön tetszenek az ilyen részek, amikor így felviszi a hangját a testvér, és aztán vissza le, hogy így a hangoddal tök jól játszol, szerintem. Ez egy fegyver, úgymond. Nem akarlak bántani, szeretek jónak látszani, annyira cool, mennyire emberi, ahogy az agyarát elfedi. Ez volt az első olyan produkció, minden szót értettem. Tehát szövegérthetőségből ez most csillagos ötös. Úgy készültél a dalod alapjával, hogy abban tök jól kiegészítettek azok a backline-ok, meg azok a dolgok, amiket benne hagytál. Ez pedig egy olyan alázatot mutat, ami azt jelenti, hogy te erre készültél. Csillagos ötös, köszönöm szépen. Köszönöm. Rímek hajtanak és késztetnek. Két perc alatt oda pirítok egy készletnek. Ha! Sokan hiszik, megemészthetnek azt a verdájukon még a havi részlet meg. High pace, bicsa jángád vagyok, pedig csak Lenny Tú. Megírta a Buddha, megjósolta a Manitú. Kezemben a Soproni, tiédben a Malibu, de folyik majd a drágább is, mert tudom, hogy lesz Manitú. Kiváló. Nagyon jó ritmika volt, az, ahogy előadta, előadásmód zseniális. Ahogy színpadi jelenlét csoda. Ez már egy show volt. Házából lúgunk a Bentleybe, a szarát leváltjuk a Fendire. Telint üdőből üvölt a genge, mégsem hallja senki sem. Mégis minden nap megyünk, nem hallgatunk senkire. Pro az egész, egyben van tényleg nagyon jó kémia, mint egy szimbiózis lenne. Együtt mozogtok, figyeltek egymásra, de megvan külön az individuma mindenkinek, úgyhogy fajn. Uncsiz a világ vége buli lesz, mond Bicsi, ó, de hisz messze a spancim. Which is fine, ez nem kívánság műsor, nem vagyok hobbicsi, mit lehet tenni? Kicsit fáj, de ez a bátor szedtem a szekrénybe remegő kézzel szedtem elő, felvettem, anya szerint szexes, legalább jól nézzek ki, ha én leszek a vesztes. Az életben sok önreflexió volt, vagy sok reflexió volt arra, hogy milyen nőként lenni unblock, meg nőként gondolom fellépni, vagy beleállni ebbe a műfajba is. Nagyon bátor volt, tényleg nem hibáztál nagyjából, végignyomtad, time on voltál, és úgyhogy ennyi, gratulálok, büszke lehetsz magadra. Köszönöm. Hogy voltál teljesen páratlan? Építel, kápráztat, hogy spirit alba van! Szertál, kapuj, terültetek, kitáltam! Azt hiszem, hogy baszott kurva élet. Na. Tesó. Hát ez nagyon kemény volt. Nagyon szívesen megnéznélek, ahogy elpusztítasz valamit. Ez volt az első gondolatom. Figyelj, ez ki van találva, tehát hogy látszik, hogy ezzel foglalkozva van. Nekem a szöveg is teljesen rendben volt, amennyit megértettem belőle. Jöjjön a Lekvár herceg. Hát sziasztok. Nagyon szépen köszönöm, hogy én lehetek az utolsó versenyző, tiszteltem a mentoroknak. Zoli, készülsz, tudod a szövegedet? Na? Mi van veled, megbolondultál? Nem, nem jó ember, vász vele, bátyám. Hát ezek fítelünk. Jó édes anyád.
Ha kell, annyi fekvőt csinálok, ahányszor egy útéles srác mondja azt, hogy tesó, vágod, ott kipattintanak egy pillanat alatt, én leszek a következő szupersztár. Bassza meg a háború, milyen komoly, komolyabb hangulat, minden jel megborul. Gatyó az kész, meg vokál plasztika, kókány, de Zolinak kéne, pofán basszúja. Velem van a baja, Legvár herceg a kocsolya palia, szítom a lapbaba. A csillagokat köpködöm, húzzatok, új szokjátok, megszokjátok, kompenzálok, és fel vagyok ide lenne gyújtos szájba. Tipi-topi! Húgy a szájba a csillagokat! Hogy összezavart, hát én azt hittem megvan a hatom, azt most lófasz, most gondolhatom újra. Király volt, az Zoli el akar rappolni, aztán majd azt megbeszéljük. Nem mehetsz hozzá, mert széje vágja. Hogy, a box? Hogy van, ezt... Ennyi vagy, köcsök! Meg vagyunk szerintem, bombaságot. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük, srácok! Kurva jó volt, kurva jó volt. Fél órát kap a zsűri, addig pihenjetek, srácok, és közölni fogjuk veletek a döntést. Szerintem nézzük, hogy mik a közös pontok. Jó, jó. Menjünk a te csillaggal jelölted? Az elején csillagad, azt ezt el is engedtem. Aha. Volt ő a Bryce, ő rá emlékszel? Igen, igen, az igen. Az, na arra gondoltam, még ő még elég jó. Első csaj is jó volt, de hát valami, nem tudom, mindet elüntettem. Voltak itt tök jók, persze. A legelején Dominika volt talán a lány, ő is jó volt nagyon. Egyrészt az összkép alapján, nyilván a tehetség alapján, de hogy valójában így kicsit az ilyen fejlődés lehetőségét keresve. Még ha kiforratlan is mondjuk egy adott produkció, de hogyha felfedezhető benne a készség a fejlődésre, akkor az szerintem egy ilyen erős szempont, vagy fontos szempont lehet. Felírod nekem, hogy... Legvár herceg feltétlenül jött fel. Akkor van az Ozirage, igen. El akartam vinni ezt, mindjárt mondom, melyik volt az a csávó. Suki. Én nekem minden a nafta, akit vinnék. Mert ismerem ezeket a formákat, minden városban megvan ez a forma. Nafta az milyen volt? Jó, az is jó volt, bassza meg, várjál már. Az volt a nafta? Igen, egy sört oda fölrakott. Ne gecizzél! Emlékszel? Tényleg. És az gazdas, nagyon jó. Volt, bassz meg. Állt még valaki közel hozzád, akit így? Igen, te ott ültél, bassz. Igen. Valamit engednie kell Bűnöző Zoltánnak. És az a nafta lesz. Nem, túl erős a mezőny. Azt hittem, gyengébb lesz! Valahogy kicsit így saját magamat is kerestem a produkcióba, tudod? Arra is gondoltam, hogy ha én leszek ezek közül bárkinek így a mentora, akkor így kell, hogy így valamilyen szinten lássam magamat a produkcióba, hogy valamit amivel tudok kapcsolódni, igen. Mert mondjuk például a Screamo, ez szerintem keci beteg volt, de hogy azzal én mondjuk nem tudok kapcsolódni, ahhoz nem tudok úgymond hozzáadni. Ekkora time volt. Mert te tudod, hogy kit vinnél fix? Én mindenképp akarok Legvár Béla. Volt a két csaj, a Nikó meg az Ozirage. Igen, helyben vagyunk. Yetihez is egyébként ezt írtam. Igen, a Yeti megint csak erős volt, az nálam is teljesen ott van a topba. Az SKS-t én azért sajnálom csak, mert hogy, tehát ő is tökre izgalmas dolog, csak hogy például olyan fura volt ez a francia nyelvválasztás. Ez lehet, hogy fricska volt a rendszernek, hogy én azért is szembe megyek a széllel, csak ugye ez így meg zsákba macska, mert érted, az látszik, hogy tök jó előadó, de mi van, hogy elkezdesz vele dolgozni, és kiderül, hogy nem jók a magyar szövegek. Ja, valami ilyesmi. És a naftát? Én a naftát szeretném vinni. Ha odaadod, viszem a naftát, és akkor nem lopok el mást. És akkor tiéd a nafta? Egyet vinnék, nem azért, mert hogy ez most így szép, hanem akkor nekem megvan a másik helyről a bullet. Jó. És akkor már nekem megvan a hatom. Ja. Szerintem így jó, megvagyunk. Szerintem legyen a burger number 6. Jó. És összeállt a bosszú állók.
Szerintem megvagyunk. Szerintem megvagyunk. Csoda. Tudom, ön nem volt üzletem. Ilyen olajozottan menne minden. Ilyen stabil hát, lábakon áll de az mi, ország. De bazzik, miért nem mi vezetjük ezt a kurva országot? Majd ezután... Akkor jelentsünk be! Oké, srácok. Először is szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt. Kurva jók voltatok, nagyon bátrak, és iszonyat jó teljesítményt hoztatok, és nagyon erős volt ez a mezőny. Csak amit szeretnék mondani nektek, hogy köszönjük szépen a ma estét. Én rettentően élveztem, és szerintem nagyon, nagyon színesek voltatok, és sokfélék, és tehát nem volt két ugyanolyan produkció. Összesen 7 juttok most tovább. Ebből 6 mentek Zolival, és egy valaki Márkkal fog elmenni. Az első tovább jutunk, Bryce! Az első számú ember a 6-ból, Sallai Ákos. Nagy tapsot a Brónak! Következő tovább jutunk, Szotyi! Nikó! 2 számú versenyzőnk, Berger. Nagy tapsot a bátyám. Sick Boy Kiddy. Ozzy Rage. Yeti, Juhász, Tibor. Nagy tapsot a Brónak. Suki. Eszenyi Tamás, T-Boy. És az utolsó tovább jutó Zoli csapatában Lekvár Herceg. És Said elvisz magával még egy embert, ő pedig nem más, mint Nafta. Eszó. De nagy vagy, nagyon megijedtem. És hát végül, de nem utolsó sorban a 6. a szerencsés szám a ma este folyamán nem más lesz, mint Szentesi Soma Dzsenga. Nagy tapsot neki is. Úgyhogy srácok, lányok, ez volt a mai 6-osunk, a nyerő számok. Nagy tapsot kérnék a mentoroknak és magatoknak is. Kurva jók voltatok, és nyugodtan gyertek ide feedbackért. Először állták ki, és ezt így elnyomtam, nagyon gizda volt, meg nagyon kölyök volt. Szerintem diszkelet szerintem. Tehát most erre a 6 emberre esett a választás, de hogy ez ilyen formán ne jelentsen ja, semmit. Ez egyáltalán ja. Ja, nem ja, van, ja. Csak ez a színpadi jelenlét. Ja. Fekete lyuk nekem. Meg köszönöm ja. A lehetőséget. Ja. Én is köszönöm, hogy eljöttél, tesó. Legjobbakat, bro. Ma már annyi tehetség van, hogy bazdmeg egy ilyen kiabálós oda-vissza, azt neked el tudom képzelni. Hogy én... Érted is tudod ilyen válaszolgató, ez nekem úgy tetszett mindig Beastie Boys, bazdmeg. Ezt imádtam, bazdmeg. Geci jó volt, amit nyomtál, viszont így játszál a lehetőségekkel, meg a hangoddal, meg hogy így kísérletez tovább ezzel az egésszel. Kellének nők, mert nem is értem, hogy hol vannak. Hát, ja, hol vannak? Ja. Úgyhogy igen. Senkire ne nagyon hallgassatok, mert minél tovább marad a ti hármatok ilyen intakt együtt létező dolga, annál különlegesebb dolgokat fog kidobni magából. Egy-egy ilyen visszajelzés, vagy a visszajelzés hiánya, nem ilyen semmit. Senkinek nem az fog tetszeni, ha azt bemondod, amit hallani. Köszönöm szépen, srácok, vigyázzatok magatokra. Minimális célunk a maximum. Tehát muszáj nekünk megnyerni a versenyt. Ha nem mi nyerünk, akkor Kolostorba vonulok, és végzek magammal, de előbb az egész csapattal. Téged külön meg kell fegyelmezni, téged a pincébe foglak kínozni. Jó, benne vagyok. Na, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok mindenkinek, nagyon ügyesek voltatok, és annyira örülök, hogy vannak ilyen jó csajok, akik úgy reppelnek, hogy ahogy kell. Egyszer mondták nekem, hogy olyan vagyok, mint egy low budget sziszi, úgyhogy... Milyen low budget sziszi? Sokkal jobb. Hagyjad már, sokkal jobb lesz, mint a sziszi, hagyjuk ezt. Gyönyörű szép a skála, 15-től
60-ig, bazd meg. Egyébként én nagyon izgulós is vagyok. Most is leizzadtam, és egyszerre hideg is volt a kezem. De sikerült. De nem látszott a színpadot, hogy ez a jéghideg profizmus. Jó gyerekek, na hát nagyon örülök, egy nagyon szép csapat. Szia, papás! Csá, papás! Mit gondolsz, miért hívlak? Nem tudom, valószínűleg akkor gondolod, hogy megmutatták a cuccot, amit mondtam. Megmutatták, igen. És gondolom, hogy lejött, vagy nem tudom. Gondolom. De nem akarok így nagy... De akarjál nagyot, benn vagy, papás, viszlek magammal. Igen? Ha? Kurva. Kurva, jó. Nyomjuk. Jó van. Papás. Akkor addig is legjobbakat. Itt az egyik ellenfeled, dír-dúr, vagy társad, vagy ízé, nem tudom. Barátból ellenség. Na! Sziasztok! Megy a vonatod, tesó? Igen, tesó, ma megyek holnap, hogy dolgozni. Jó, bráci. Szívesen így meghallgatnék mindenkit egy fél mondatot, hogy így mi van most, vagy hogy milyen ez, vagy mit tudom én, ami jön, és azért menjünk körbe, tesó. 12 éve nyomom az előadó művészetet, meg ezt az önmegvalósítást, aztán úgy voltam, hogy se adja be, akkor hagyom a faszba, elmegyek az Aldiba 700 ezer forinték kasszázni. Én azért jelentkeztem, mert megláttam, hogy ti négyen vagytok, és azt mondtam, ha ti azt mondjátok, hogy faszal, gyere, akkor ha már bekerülök, akkor megérte. Ha meg ti azt mondjátok, hogy ne, akkor meg elhiszem, hogy ne. Engem ez segített át az intézeti éveken, a repzene. Nekem nem volt családom, a kisfiam a családom igazából most már. Szóval tudom, hogy milyen, tudom, milyen az, ha nincs. És igazából az édesanyámnak, Isten nyugodtan, neki is szeretném bizonyítani azt, hogy igen, és itt a helyem, és hogy csinálnom kell. 15 éves korom óta freestylozok, írok kb. 8 éve verseket, ilyen érzékeny lelkű gyerek voltam, csak megbőrösödtem azóta, hogy nem tudom. Belül még az vagyok, csak jól elrejtem. Meg ez egy jó csatorna szerintem a költészetnek, ma a rap jó sok embert elér vele, egy verses kötet kevésbé. Reménykedtem abban egyébként, hogy te jössz le ide Pécsre mentornak, mert kurvára szeretem a zenétet. Én nagyon örülök, hogy megismerhetlek titeket egyáltalán. Nem csak magunkért jöttünk ide, hanem minden srácért, aki itt Pécsen nyomatja, hogy egy kis szénát végre meg tudjunk teremteni, és büszkévé tegyük azokat, akik itt vannak nekünk. Nekem így nagyon ilyen példaképként funkcionáltuk így a rappen belül. Szeretnénk Pécset felrakni a térképre, hogy tudják, hogy honnan jövünk. Nem is lehetne másképp, a cash pénz, kocs meg egy seheret szertém a társként. Így lesz kerek a tájkép, a bárszék, a leborul velem a nász nép, a rász még. Mit a nem lenne dress code, a színpadon elve levezetem a feszkót. Köszönöm szépen, Pécs!